Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. Sárga mezesek csatája a labdarúgó MB2-ben. A Gyirmót FC Győr már javában készül a vasárnapi Soroksár SC elleni küzdelemre. A pályaválasztó gyirmótiak legutóbb Pécsen vendégszerepeltek. Ott 1-0-ra maradt alul Csertői Aurél együttese. A fővárosi együttes tovább jutott a hétközi kupafordulóban, a VKV Eto FC Győr ellen. A Gyirmótnak elhalasztották a meccsét, ők később játszanak majd a Szolnok ellen a legjobb 32 csapat közé jutásért. 7 meccset 3 naponta játszani zsinórba, ahhoz azért nem olyan bő a keretünk, hogy ezt gördülékenyen menjen. És ez egy kicsi segítség számunkra. De hát most egy hosszú sorozatba lépünk bele megint, tehát 3 meccset játszunk egy hét alatt. 2 hazai, egy idegenbelit. Azt gondolom, hogyha élmezőnybe szeretnénk maradni, akkor sok pontot kell ebből a 3 meccsből gyűjteni. Egyforma csapatok vannak, látjuk, nagyon kicsi a különbség pontokba és játékba is. Jól ismeri egymást a két együttes. A legutóbbi Gyirmót Soroksár mérkőzésen gól nélküli döntetlen született. Hogy vasárnap minimum egy találat szülessen, arról a többi között a hosszú sérülésből visszatérő támadó Majer Ádám is gondoskodhat. Teljes erőbedobással készülünk, ugye nagyon fontos lenne itthon tartani 3 pontot. Úgyhogy zárkozni kell előre, sajnos ugye az utolsó meccs nem úgy sikerült, tudtunk volna még jobban zárkozni, de most már a következő mérkőzésre koncentrálunk. Jó focistáik vannak, tehát jól is játszanak, azt gondolom, hogy nekünk is. Tehát adott egy jó mérkőzésre való lehetőség, de a legfontosabb a 3 pont. A mérkőzés 13 óra 30 perckor kezdődik az Alkufer stadionban. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.